Dicsértessék a Jézus Krisztus, mindörökké ámen. Kedves testvérem, június 23-a szerda van, a mai napon az evangélium Szent Máté könyvéből a 7. fejezet 15. mondatától a 20. mondatáig lesz. Jézus a hegyi beszédben ezt mondta tanítványainak: óvakodjatok a hamis prófétáktól, báránybőrben jönnek hozzátok, belül azonban ragadozó farkasok. Gyümölcseikről ismeritek fel őket. Szednek a tövisről szőlőt, vagy bojtorjáról fügét. Így minden jó fa jó gyümölcsöt terem, a rossz fa pedig rossz gyümölcsöt terem. Nem hozhat a jó fa rossz gyümölcsöt, sem a rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt. Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek. Tehát gyümölcséről ismeritek fel őket. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvéreim, nagyon izgalmas ez az evangélium, és érdekes, amikor Jézus a hegyi beszédben a hamis prófétáktól óv. Valójában a maga a gondolat menet, amit ő végigvezet, természeti képekből áll. Az akkori kor embere számára ez hihetetlen módon közeli. Gyümölcseikről ismertek fel őket. Érdekes, ahogy tényleg ő maga beszél, akár a növényekről, az állatokról, hogy ő maga mondja a bárányböbének hozzátok bele azonban ragadozó farkasok. Mire hív az Isten, mire tanít? Ezek a képek nagyon adják magukat, és nagyon elementális élmény volt a kor hallgatósága számára. Akkor, amikor állattenyésztésről vagy földmelésről volt szó, az embereknek közvetlen tapasztalata volt, mit jelent egy bárány csapatot, nyájat, mondhatnám, legeltetni, megőrizni a farkasoktól. Drámai a feszültség, és érezzük a dolgokba, hogy ez a drámai történés lehet a nyájon belül is. Akkor azt mondja, hogy báránybőrben jönnek hozzátok, belül azonban ragadozó farkasok. Maga a kor, a helyzet, mondhatnám, az akkori időben hozta magával ezeket a természeti képeket, de a mai kor az érdekes módon, mintha a koremberét kicsit ilyen meghasonlása bírná. Sokkal erőszakosabb, mint a korábbi időszak, érezzük a dolgokba, hogy valamiképpen az egyik oldal másikat le akarja nyomni. És ilyen dolgok szempontjából, mintha a gonosz akarna győzelmeskedni a mi szívünkön. Ragadozó farkasok erőszakkal elveszik. Bármiképp nyájról van szó, persze fontos, hogy legyen pásztor, legyen, aki a közösséget óvja, és adott esetben ráfigyeljen és megóvja őket. De mondhatnám, a bárányoknak is kell egyfajta belső érzéke lenni, hogy ha bármi gondban probléma, akkor jelezze. Gyümölcsékre ismeritek fel őket. Akkor, amikor én ezt olvastam, ezt az evangéliumot, számomra picit azt a kérdést tetette föl velem, hogy én hogy is vagyok ebből a képpel. Most ünnepeltem éppen az ezüst misémet, 25 éve szenteltek pappá, több helyen is szolgáltam, és próbáltam végignézni, hogy azt mondja, hogy gyümölcsékről ismeritek meg őket, hogy milyen gyümölcsöt teremtek a helyek. És persze annak ide, amikor 96-ban fölszenteltek engem pappá, Rózsák terére kerültem az ottani közösségbe, 3 évig káplánként voltam, és igazán azt tanultam, megmondhatnám abban a közösségben, hogy mi papok hogyan tudunk együttműködni, együtt gondolkodni. Voltak nehézségek, voltak feszültség, és persze az ember csiszolódott, próbált ebbe belállni, és a gyümölcs önmagában azon túl, mert persze, hogy vezettem, én magam is tanítottam gyerekeket, hittanúsokat, elsa, bérmása, maga a papi közösség, hogy magunk hogyan tudtuk megélni. És lehet, hogy volt feszültséggel terhes, azért mégiscsak valahol kisimultak a hullámok. Utána kerültem én Esztergom belvárosi plébániára 99-től 2008-ig, és mondhatnám, ez a kiteljesedés, itt nagyon sok lehetőség volt közösségek elindítása. Szomorú számomra talán éppen, hogy most összevonják a Szent Anna plébániával, mert hát maguk a hívek is fogyatkoznak, idősebb testvérek meghalnak, és hát az adott plébániák, mellette lévő plébániák, mondhatnám, egy kicsit elszívják a közösséget, nem bírt megmaradni. Én annak idején Beratjától ököltem, vittem tovább, és nagyon sok közösség volt, és élő közösség. Hát sajnos a
következő plébános nem igazán tudta ezeket megőrizni, nem tudta fönnmaradni. Mindettől függetlenül számomra a gyümölcs önmagában való a közösség formálása, illetve tényleg megalapítása, hogyan lehet úgy egy közösséget vezetni, hogy mellette plébániát külső fizikájában is megújítani, egy templomot megújítani, de mellette a lelkekkel is foglalkozni. Egy év Kelembölgy, számomra egy érdekes kitérő volt, de utána 5 évig Kárpátalján voltam. Kárpátalja az mindenképp valahol szegénységre hívott, egy sokkal nagyobb egyszerűségre, és én azt gondolom, amit én ott tanultam, az mindenképp valami fajta belső leegyszerűsödés. Éppen minap Kozma Imre atyával beszélgettem, és ő nekem azt mondta, hogy neked nagyon nagy ajándék volt az az 5 év, amit ott lehettél, és nagyon sok mindent talán újra tanultam, és segített azon, hogy túllépjek máj magam, és sokkal nyitottabb legyek feléjük. Nagyon nagy ajándék volt akár munkács, akár Belegszászon lenni, és az, hogy ott is a közösség megújult fizikai térben is, mert sok minden újjá teremtődött, de közösségileg is sokkal inkább mondhatnám kézbe vették dolgaikat. Bármikor megyek hozzájuk, akkor azt jelzik, hogyha nem tudunk leállni, mondom, nagyon helyes. Nagyon sok minden megvalósult ott, hála jó Istennek. Jó fa, jó gyümölcsöt terem. És 2014-től vagyok itt Józsefvárosban. És persze a fizikai külső megújhodás, mert a plébánia, a templom is külseg, most belsőleg megújul, maga a közösség is újjá teremtődött, akkor a Salom közösség, újfészek csoport, házas hétvége csoport, sok mindent lát maga külön az ember, ami mindenképp megújult. Gyümölcseikről. Papként nekem nagyon fontos azért, hogy néha egy kicsit visszatekintsek, visszanézek, és látvalásom, és én magam is, hogy adott esetben jól szolgáltam a közösséget. Óvakodjatok a hamis profétáktól. Kihez vezetem? Kihez vezetem a közösséget, azt az embert, aki rám bízott? De nem csak a papra, mint hívőre. Nekem is felelősségem a másik testvérem, a családtagom, ahhoz zártam a munkatársam, az élő Krisztushoz vezetni. Gyümölcsékről ismerjtek fel őket. Mire tanít minket az Isten, mire hív? A gyümölcs jelent igazán azt, hogy másokat is életre vezetni. Mellettem lévőket is, ami jelenti azt, hogy nem biztos, hogy rögtön az élő Istenhez tudom elvezetni, de mindenképp azt, hogy valamiképpen pozitívan elgondolkod is, legalább talán egy lépést megtesz feléje. Mire hív az Isten? Valóban arról az élő Krisztusról tegyek tanúságot, Isten országáról. Hát mit is kívánhatnék a Győisten, hogy dolgaink közepette tudjunk különbséget tenni dolgok között, a hamis és igaz között. A Győisten, hogy tényleg dolgaink közepette mi magunk is valóban bárányok tudjunk maradni. Ne azonosuljunk a világgal. A Győisten, hogy dolgaink közepette akkor, amikor tevékenykedünk, valóban Isten országa bennünk áldjon, működjék. Adj Isten, hogy tényleg megtapasztaljuk, mit jelent Isten országában szolgálni, gyümölcsöt hozni. Adj Isten, hogy másokat is az egytest közösségbe hívva, egykoron Isten szent színelátása együtt örvendezhessünk Krisztus, ami urunk által. Amen.